Smart Interaktív Kultúra Országos Információs Körút 7. alkalommal a szezon befejező helyszínére érkezett Budapestre, a második kerületi Móri Zsigmond gimnáziumba. Országos körútunk 7 helyszínéből, és hogy csak a nagyobbakat említsük, Nagykanizsa, Debrecen, Szeged, de jártunk Veszprémbe és Makón is. Összességében a budapesti rendezvényel bezárólag 750, közel 800 pedagógust szólítottunk meg, akik nagy örömünkre eljöttek ezekre a délutáni szakmai rendezvényekre. A budapesti helyszín különlegessége volt, hogy Polgár Judit, a 20. század legjobb női sakkozója, dedikálta könyvét, illetve azokat a smartos ajándékokat, amelyeket a látogató pedagógusok kaptak ajándékba. További érdekesség, hogy Smartboard interaktív táblán, notebook szoftverben készült sakk témakörű anyagát bemutatta a pedagógusoknak, és tippeket, ötleteket adott saját munkájukhoz is. Partnereink elkísértek minket, a Balázs Diák, a kartográfia, az edukáció, a digitális tananyag, az Oxford kiadó is közöttük volt már, és mindezeknek a szakmai információknak nagyon sok hasznát vették a pedagógusok, és melyet beépítenek majdani munkájukba az iskolákban. Mai napon azért is nagyon jó, hogy meg tudtunk jelenni, mert mi is olyan angol tanári partnereinkkel kapcsolatban érzékeljük azt a fajta igényt, hogy egyre nagyobb szerephez jutnak az interaktív táblák, és egyre inkább szeretnének ők is az órákon ilyen eszközöket használni. Úgyhogy ehhez mértem mi a kurzuskönyveinkhez készült és kapható digitális tananyagokat tudtuk itt bemutatni ezen a rendezvényen. Talán a legjobban ismert kiadványunk ugye a Headway sorozat, ami már a 4. kiadásánál tart. Itt nem csak kifejezetten digitális táblára szült vagy írodott tananyagokról van szó, hanem ezt a digitális világot megpróbálja különböző összetevőkön keresztül a diákokhoz is eljutatni. Tehát arra is lehetőségük nyílik, hogy otthon videós anyagokat lejátszassanak és ezzel ismételjenek, illetve hogy teszteljék saját tudásukat hanganyagokon keresztül. És egyébként majd az augusztusi konferenciánkon ezt részletesebben is bemutatjuk. Erre a kiállításra ilyen Kresszel kapcsolatos oktatóanyagokat hoztunk. Elsősorban ez is iskoláknak szól, de vannak kimondottan diákoknak a vizsgára a teszt kérdések, amivel fel tudnak készülni. Iskoláknak pedig Kressz oktató tananyagok, animációs teszt, különböző interaktív szituációk, amivel könnyebbé tehető a leszoktatás. Budapesti állomás programját az is különlegessé tette, hogy itt sikerült bemutatnunk a Notebook 11, azaz legújabb notebook szoftver verziót, rengeteg újdonsággal, különlegességgel, kompetenciafejlesztő funkciókkal. A szoftver már elérhető és letölthető az LSK Hungária weboldaláról. Félelmetes, ez a szó, félelmetes. Picit levettem a hangot, de itt a videót. Vagy akár mondjuk egy reflektor ablak. Visszamegyek, megállítom a videót. Be tudom állítani a sor köztávolságát.
hogy legyen sorköz, ne legyen, mekkora legyen a sorköz. Tehát olyan formázási funkciói vannak, amilyet... És valóban törölhető. A pályamunkám a víz témaköréhez kapcsolódott, ami 1-től 8. osztályig felöleli a csapatot, a csapatmunkáját, és mindenféle tantárgy szinten megtalálható benne. Tehát a magyartól a kémián át, szórejtvények, játékok, és szerintem ez volt, ami meghatározó az én munkámban. Kisebb trükköket, fogásokat tudtam mindig ellesni a többi pályamunkából, és ez mindig inspirált, ösztönzött arra, hogy én is hasonlóakat tudjak megcsinálni, és ez nekem jó volt. Ma olyan könnyed feladatom van, hogy nem a saját munkáimat kell bemutatnom, hanem a más dolgaival fogok ékeskedni. Tehát ha valami tetszik önöknek, az nem az én munkám. Süti? Maga. Nagyon jó. Úgy hívják, hogy csak mat szeret. Ha megfelelő helyre lép a kisgyerek, tehát van benne némi sak, akkor megtalálja a magyar vagy az angol gyümölcsnek a megfelelőjét, a párját. Tehát aranyos feladat, tehát ez így néz ki, hogy a bástyával A7-re kell lépnem, akkor nyilván megtudom, hogy az almának ugye az apple a párja, ha jól emlékszem, tehát így, némi kis képes plusszal megspékelve. A C6-ra lép ez a huszár, C6-ra, akkor azt is megtudjuk, hogy plánnak hívják a... Egyértelmű a ő hozzá, a világos bástyához. Nagyon szép feladat, megint egy saktáblás háttér, és a bástya elindul a maga kis útjára.